Nagy szeretettel köszöntöm a Nexus Televízió kedves nézőit. Önök a politika társadalom közélet rovatunk újabb adását látják. És mai epizódunkban Ercei Attilával arról fogunk beszélni, hogy erre az energiaválságra Magyarországnak, a magyar gazdaságnak, a magyar adottságoknak lehetne-e válasza. Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és így itt vagy velünk a stúdióban. Üdvözlöm a nézőket! Energiaválság van, ami nem most kezdődött, már korábban beszéltek róla, hogy energiaválság van, az árak már tavaly elkezdtek felfelé kúszni. Tehát a háttérben valamilyen erők ebben biztos nagyon érdekeltek, hogy ez így legyen. Mi pedig kitettek vagyunk, hát van egy Paksi atomerőművünk, meg van az orosz földgáz, ami jön hozzánk, most rendben van, fel van töltve a tároló, és talán ez a tél nem lesz nagyon veszélyes, de hát jövőre, hogy lesz-e e, műtrágy a, a vetéshez, vagy nem lesz, az azért bizonytalan, meg hogy a következőkben mi lesz. A kérdés az, Attila, te nagyon komolyan foglalkozol ezzel, hiszen e, ugye építészmérnök vagy, de ezen belül is a, az ökoépítészettel foglalkozol, tehát a, a tájjal, az ember és a, a természet kapcsolatát a, helyezted a célkereszbe, mert hogy élhetnénk úgy is, hogy, hogy barátságban a természettel, hiszen az az életterünk, és vigyázzunk kellene rá. A, az elmúlt években te nagyon-nagyon sok munkát végeztél, és nagyon sok tanulmányt végeztél az energia, lehetőségek kapcsán. Ha összefoglalnád a kedves nézőknek a, ennek a, az eredményét, egyrészt, hogy milyen lehetőségeink vannak, aztán majd arról is beszélgetünk, hogy kell-e most tennünk valamit ezügyben, illetve lehet-e valamit tenni? Abszolút. Hát e, idézném a híres angol ökológust, Schumachert, akinek ez a szállóigévé vált mondása ma is érvényes, hogy Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan. Erre most egyszerűen a helyzet rákényszerít minket, és ezt nem azért, nem most nem ökológiai szempontból mondom, hanem ha a saját napi kérdéseinkre választ akarunk adni, akkor globálisan is képbe kell legyünk. Tehát ezt már nem spórolhatjuk meg, a médiának nem hihetünk, tisztelt a kis számú kivételnek. Tehát itt egy energiakrízis van, ennek van egy reális alapja, és ez, ez a, a nem fenntartható életmódunk, ami már a 80-as év, 70-es években is előjött, akkor jelent meg az ökológiai krízis fogalma, vagyis, hogy túlhasználjuk a Földet. Ez rendben van, hogy az erőforrásokkal fenntartható módon kell gazdálkodnunk, ez azt jelenti, hogy vannak megújítható és nem megújítható erőforrások. Ugye nem megújítható, az véges, mint hogy a Föld is véges. A megújíthatók, ugye ezek a megújuló energiaforrások például, ezek újra képződnek. Ezeknek viszont szintén van egy kapacitásuk, amit ha használunk, akkor saját magunk alatt vágjuk a fát. Tehát itt a, a fogyasztás, a kitermelés mértékét kell egy egyensúlyi állapoton belül megtartanunk. Ezzel már a 80-as években sokan foglalkoztak, akkor jelentek meg a zöldek még egy pozitív programmal és politikamentesen, aztán őket is, mint sokan másokat elterelték, és, és tulajdonképpen egy bizniszt csináltak ebből az ökológiából, és ma pedig azzal szembesülünk, hogy a, a klímaváltozásra hivatkozva megint egy, egy tulajdonképpen egy globális diktatúra felé terelnek minket. Először egy kamu járványra hivatkozva kezdték el ezt csinálni, most pedig arra, hogy a, a széndiokszid emissziónk miatt most ilyen-olyan drákói intézkedésekre van szükség, le kell szoknunk a húsról, nem fogunk annyit utazni, és a többi... Tehát van egy valós ökológiai probléma, és van egy uh, kis csapat, egy, egy globális elit, aki ezt a problémát meglovagolja, és a saját érdekei mentén akar minket egy újabb zsákutcába belevinni. Most uh, a, a, több mint húsz évvel ezelőtt egy uh, nemzetközi munkacsoporttal készítettünk először egy tanulmányt, ez egy kis térségben készült, Veszprém megyében. <kül> Sokan ismerik a művészetek völgyét, ez a Kapolcs, Kapolcs, és környék, ez öt falu, és ez egy kis, kis, térség is egyúttal, a Dörögdi medence, ami egy vízgyűjtő. És erre készítettünk az akkori Dörögdi polgármester felkérésére egy fenntarthatósági stratégiát. Osztrák szakértőkkel közösen, akik a saját országukban ilyet nem csak hogy csináltak, hanem meg is valósították. Ez a stratégia kiterjedt uh, egy uh, fenntartható autonóm energetikai működésre, a felszín és felszín vizek egyensúlyának a helyreállítására, valamint egy fenntartható tájhasználatra, aminek az eredménye tulajdonképpen egy élelmiszer önrendelkezés. És uh, a, az energetikáról annyit, hogy ezt azzal kezdtük, hogy uh, megnéztük a jelenlegi állapotot, a jelenlegi fogyasztási szokásokat, az épületállomány állapotát, és fölmértük kompromisszum nélkül az, a teljes megújuló energi, energiapotenciált, ami ott helyben van. Hozzáteszem, hogy akkor én még, még be, bekajáltam a, a római klubnak a, a foszilis energiákra vonatkozó dörgedelmeit. Ma már nem így gondolom, ma már azt gondolom, hogy a foszilis energiahordozók használata nem árt a Földnek. A mértéktelen használtuk, igen, de ebben most nem menjünk bele. Egy a lényeg, hogy mi abból indultunk ki, hogy a külső függőséget próbáljuk saját forrással ellensúlyozni és felszámolni. Tehát, hogy ne importáljunk energiát, erőforrásokat, élelmiszert, ivóvizet, hanem nézzük meg, hogy mi az, amivel rendelkezünk. Most miután a megújuló energiapotenciált fölmértük, ebbe benne van a geotermikus energia, a biomassa, és a, a, erdőből kihozható, fenntartható erdőművelésből lejövő tűzifa mennyiség, és apadék, és a többi, a, szerves hulladék, ami a mezőgazdasági művelésből, a kommunális hulladékból jön, és a többi. Ezen kívül a vízi energia már amennyiben van egyáltalán használható mértékű, és a napenergia, valamint a szélenergia. Ezeket mind feltérképeztük, valamint az épületállomány energiahatékonysági potenciálját, tehát hogy mennyit lehet javítani az épületek energiafogyasztásán és nagyon röviden a végeredmény az, hogy egy, ez a konkrét kistérség, és ez érvényes Magyarország valamennyi kistérségére, mert ez egy modellértékű hely volt, alsó hangon legalább ötször akkora megújuló energia potenciára rendelkezik, mint a saját szükséglete. Álljunk meg itt egy pillanatra, ez döbbenetes, amit mondasz, tehát és ezt szeretném 15-ször aláhúzni kedves nézőknek, hogy tehát egy szak, szakember gárda, ráadásul olyan osztrák segítséggel, akiknek ebben már tapasztalatuk, gyakorlatuk van, felmértek egy kis térséget, és megállapították, hogy ott helyben, a megújuló energiák használatával, ha mindent jól kihasználnak, illetve tudatosan táj, hogy fenntartható módon, módon használják igen. ezt, akkor ötször annyi energiát tudnak helyben előállítani, mint amennyit felhasználnak. De azért itt egy zárójelet, és a felvezetőtől szeretnék hozzászólni, hogy Ugye Magyarország az egy a véleményem szerint a föld paradicsom kertje, tehát a, ez a Kárpát-medence, ez, ez a, a mennyei boldogság helye lehetne, ha jól gazdálkodnánk vele, de Hát úgy tűnik, hogy a rendszerváltáskor az a 30 millió ember, akinek feldolgozott élelmiszer tudtunk előállítani, az most már jóval kevesebb ez a szám, illetve megszűnt felszámoltak a magyar élelmiszerfeldolgozó rendszereket, illetve a magyar mezőgazdaságot is hát meglehetősen hidegre tették, megszűntek a, a, állat állattartásnak a lehetőségei, a szabadtartás mindenképp eltűntek a kis települések körül a legelők, a közös legelők, és egybeszántott hatalmas birtokok vannak, ez nem fenntartható. Ráadásul a 20. 21. századnak már most itt az, ezekben az évtizedeiben érezzük, hogy az egyik legnagyobb kincs lesz az élelmiszer, ráadásul a Kárpát-medence nagy mennyiségű bio élelmiszer tudna előállítani, ha újból kisgazdasági gokban a helyi ö, települések művelnék a saját földjeiket, mert akkor nyilván odafigyelnek a tájra, sőt, akkor ezt a fenntartható ö, energiagazdálkodást is meg tudnák ö, ö, szervezni. Azonban Magyarország ö, energiaigénye ugye rohamosan nő, mert az ö, ideális paradicsomi helyé varázsolta a kormányzat a multinacionális befektetők számára, akik hoznak ide aztán gyárakat a... A, a, sok koronás lebetonozzák, és oda ipari műveket építenek, akkumulátorüzemet és ilyen környezetbarát tevékenységet kezdenek ugye el, de ezeknek óriási energiaigénye van. Ezek már, ezek már túllépnek azon a reális igényen, ami egy ország lakosságának szükséges. Szóval én azt látom, hogy ez egy hibás folyamat, de most ne erről beszéljünk, hanem arról, hogy egy ideális helyen, mint a, a Dörögli medence egy kis térségben meg lehetne szoldani. Mi lett a javaslatokkal? Tehát ötször annyit ott elő tudnának állítani. Vajon a polgármesterek éltek -e ezzel a fantasztikus lehetőséggel? Hát ugye ez a, a ott elkészült tanulmány az egy kicsit túl korán jött, mert nem érzékelték az érintettek, hogy annyira fontos lenne, vagy időszerű lenne ez a dolog, úgyhogy ebből igazából nagyjából semmi sem valósult meg. Magát a tanulmányt... A ez volt évszám ez mikor volt körülbelül? Ezt 99-ben fejeztük Aha. be. Pár évvel később az Alpokalja kistérségben megismételtük ezt a módszertant, és ott ott bizonyos eredményei lettek is, de még annyit hozzáfűznék az energetikához, hogy meg az általad az imént elmondottakhoz. Egyrészt, hogy itt a Dörögdi medencében, bár ismerjük Magyarország teljes geotermikus hőtérképét, hogy hol és milyen mértékben áll rendelkezésre a geotermikus energia, de ebben a kistérségben ehhez egyáltalán nem nyúltunk. Tehát ez az ötszörös szorzó, ebben nincs benne a geotermia. Tehát a geotermia önmagában elegendő lenne messze menően a teljes ország teljes energiaigényének a fedezésére, azonban ez ez nem olyan egyszerű, mert ez nagy beruházások kellenek. Tehát ez a földhő, ez ugye másfél kilométer mélyen van, és lehet, hogy ennél kisebb mélységben is lehet már mondjuk villamosenergia termelésre használni, de akkor ezt kellett volna az elmúlt 30 évben apró lépésekben csinálni, és akkor nem egy paks Son lógna tulajdonképpen az ország villamosenergia termelésének a 40%-a, hanem több nagy geotermikus erőművön, mert ez az egy központúság, ez sérülékenységet Bizony. is jelent. Tehát most nem mondom, egy, egy gyengén képzett tálib egy váról indítható rakétával kilőheti paksot egyedül. De ha, ha mondjuk éppen rossz fiúnak tekintenek minket a nagyhatalmak, akkor egy, egy, bombával szintén ki lehet iktatni, és akkor az ország megbénult. Tehát ez a, a hozzá tartozik, hogy a világ energetikai rendszerének a fejlődése, és ezt nem én mondom, hanem az amerikai, meg az angol rendszerirányító cégek vezetői, hogy a decentralizáció felé tart. De igen, ugyanez a, de a, de ez, de ez a, a diverzifikálás, tehát ahogy sok irányból jön, ez nem azt kellene, hogy jelentse Magyarország számára, hogy akkor most szállítsanak az oroszok is, az albánok is, meg a, nem tudom, amerikai is, meg mindenféle helyről szerezünk be földgáz, meg egyéb energiát, hanem inkább azt jelenteni, hogy olyan a helyben a... lévő energiaforrásainkat használjuk, és hogy ez sok Kis rendszer, akkor gyakorlatilag sokkal kevesebb a sérülésből adódó energiállátási kockázat? Hát egyrészt igen, másrészt ugye az olcsó energia terelt minket ebbe az irányba, és amíg olcsó volt, addig nem foglalkoztunk vele, hogy ez egy fegyverként is használható. Most viszont elkerülhetetlen, tehát nincs semmi bajom a gázzal, meg a kiolajjal, de de hogyha elzárják a csapot, akkor, akkor baj van. Most mi az energetikában, tehát hogyha konkrétumokig megyünk, mert ma a, a településeknek és a családoknak választ kell erre adnia. Egy ilyen átalakítás, hogy egy települést vagy kistérséget fenntartóvá tegyünk, ez egy olyan 10-15 éves folyamat. Nyilvánvalóan ennyi időnk nincs. De ö, sok mindent nagyon rövid idő alatt meg tudunk csinálni. Tehát a, az épületállomány energiahatékonysági potenciálja, ugye az is nagyon nagy, de az nagy beruházást igényel, amíg az összes épületet, ö, vagy a fogyasztásukat egy ö, megfelelő szintre csökkentjük, mert elég rossz állapotú a magyar épületállomány, de ez egy évtizedes feladat, amit csinálgatunk, de erre most nincs idő. A, a megülő energiafajták közül, ugye mondanék egy példát, hogy egy jó barátom, Nagy József mérnök, a Borsod megyében csinált egy 30 falut átölelő helyi energiarendszert villamosenergia termelésre, ami mikroberuházásokkal lépegetett, fejlődgetett előre, és ez azért jó példa, mert ez egy halmozottan hátrányos település szerkezet, ahol rengeteg cigány lakosságú falu van, tehát nagyon szegények, és, és itt, itt még nehezebb a forrást találni. Ennek ellenére ez szép lassan fejlődött, és eljutottak annak a közelébe saját kis erőművekkel, hogy már egy lépés választotta el őket attól, hogy belépjenek a villamosenergia piacra, mint önálló szolgáltatók. És akkor én Budapesten velük szerződhettem volna le, hogy az áramszámlát nekik fizetem. Ez azt jelenti, ha idáig eljutottak volna, akkor ez a szolgáltatók monopóliumát megtörte volna, és modellt mutatott volna arra, hogy kistérségek, település, szövetségek saját energetikai rendszerre rendelkezzenek, ami teljes mértékben megújulóra alapozott. Ezt hozzá kell tennem, hogy ők csak megújuló energiára, biomasszára, szél és napenergiára építettek. A biomasszánál pedig olyan energiaudvarokat hoztak létre, ahol a helyi roma lakosság biomasszát begyűjthetett, tehát az erdő apadékát, hulladékot, árokparti kaszálások eredményét, ezt leadta, és cserébe kapott egy energia bónuszt, amit fel elkölthetett mondjuk villamos energiára, tehát ilyen mérő, kártyás mérőórát föltölthetett vele, és a többi. És a dolog működött. Tehát ilyen, ilyen, módszerekkel ezt meg lehet csinálni. Na most a barátom sajnos infarktusban meghalt, és a projekt az, az megfenek lett de ott van a, a modell félkészen, és ez bármely település vagy település szövetség <coughs> számára használható. Most a másik, hogy az egyéni háztartásokat így úgy amúgy el tudjuk látni, biomasszával, kis napelem egységekkel az áramigént, de például egy mezőgazdasági kisvállalkozás, akinek gépeket kell üzemeltetnie, meg traktort ellátni üzemanyaggal, az mit tegyen, hogyha mondjuk rendkívüli mód megdrágul az áram és az üzemanyag. Erre is próbáltunk megoldásokat találni, ez most már a közelmúltra egy ugrás, mert nyilvánvaló, hogy egy, egy kis vállalkozás most nem tud előrántani egy akkor a pénzt, hogy egy, egy nagyobb napelem felületet hát, telepítsen, igen. és akkor azzal láss el az energiaigényét, és egy háztartási kis napelem mező pedig nem elég ehhez. Előkerültek a, a biogáz motorok, illetve ezek közül is a fagázmotor, ami egy nagyon régi találmány, a második világháborúban, gyártottak ilyet a németek, motorkerékpára, meg kisterautóra, az Opel gyártotta ezeket. Tulajdonképpen száraz tűzifával működik, ezt egy kis kazánban elgázosítják a, a teherautó platóján, és a fagázt vezetik be a robban a motorba, és az normál motorként működik. E, bocsánat, ez a, nem tűnt el. Nem régen, teljesen véletlenül a YouTube-on találtam egy egy őrült, talán indiai emberkét, aki pont ezt a fagázas motort mutatta be működés közben, tehát egy motorbicikli, amelyikkel szépen pöfögött, aztán mikor már lejjebb ment a pöfögés, megállt az erdőnél, összegyűjtötte a, a gajakat, vagy nem tudom, és utána pöfögött tovább. Igen, na most ugye a németek, a BMW csinált ilyen, ilyen motorokat, hogy a hátsókerék mögött volt a kis kályha. Na most nem is ez a lényeg, mert gázmotor ma is van, tehát a modern gázmotorok vannak, a kérdés az, hogy a fagázt hogyan lehet megtisztítani, előállítani, megtisztítani és bevezetni a motorba. Tehát ez a jelen esetben van olyan vállalkozás nem Magyarországon, hanem Erdélyben, de ez lényegtelen, ahol használt személygépkocsi motorokat alakítanak át faggázüzemmé. Ami egy a 40-50 kW-os teljesítményt tud egy kis gazdaság számára produkálni, és ez gyakorlatilag erdei fahulladékkal el, elpöfög. Ez tehát az egyik. A másik viszont a mi kistérségi javaslatunkban bár én nem vagyok híve az energiaültetvénynek, mert az, az egy monokultúra, és általában kizsigereli a talajt, és nem jó, hogyha konkurál az élelmiszertermeléssel. De hogyha a traktorok üzemeltetéséről van szó, és nem lehet dízelolajat kapni, akkor igenis lehet repceolajjal hajtani a traktorokat, nem beszélve arról, hogy a az étolaj begyűjtési rendszert is az osztrákok megvalósították, és a tisztított étolajat biodízelként árulják Burgenlandban. Tehát, ha repceültetvényt csinálunk, akkor a, a művelt traktorokkal művelendő terület 10%-án meg lehet termelni azt az üzemanyagot, ami ennek a működtetésére alkalmas. Tehát van megoldás, az, hogy ki, mivel, hogyan közlekedjen, ha nincs kőolaj, benzin és a többi, ez most egy probléma, mert az import monopólium alatt áll, de én azt gondolom, hogy, hogy ezen, ezen, is lehet változtatni, ez időt kíván. Még arra visszakanyarodnék, hogy, hogy ezek a kistérségek a, ugye a tájat tönkretették egy, egy monokultúrás mezőgazdasággal. a, a mi tanulmányunk azzal kezdődött, hogy a, a, egy fenntartható tájhasználatra állítottuk át a az iparosított mezőgazdaságot, ö, megpróbáltuk visszahozni egy olyan ö, állapotba, amiben még az 50-es években ez megvolt, amikor egy sokszínű ö, mezővérdő erdős sábokkal, határolt ö, úgymond nadráxi parcellák voltak, ami egy nagyon sokszínű... Művelésmódot jelentett, kizárólag bio alapon, mert ebben a természet erejére is számítunk. Tudni, a, a kártevők elleni védelmet nem csak vegyszerrel lehet biztosítani, hanem a, a, például az énekes madarak ezt elvégeznék, azonban egy tagosított búza vagy kukoricaföld, de hát nem tudnak a madarak kártevő mentesíteni, nem mert a, a, az erdős sávból körülbelül 100 méteres sávban kiszedik a földből a kártevőket, de egy, egy mérhetetlen pusztát nem tudnak megoldani, ahol meg ráadásul nincs talajélet a kemizálás miatt, az pláne. Tehát itt azzal, azzal indultunk, hogy, hogy a fenntartható mezőgazdaság az csak bioművel is lehet, Amihez például szerves trágya kell, a szerves trágyához pedig szarvasmarha. Ezért egy adott terület ö, fenntartható műveléséhez egy bizonyos meghatározott számú szarvasmarha minimum kell, mert különben nincs mezőgazdaság. És a szarvasmarhának meg azért jó, hogyha a terem a környéken egy kis cukorrépa is, amely nem csak. A, a Marha állomány e, takarmányozásában van jelentős szerepe, hát hanem sok ne? egyébben is. És, és nem beszélve arról, e, hogy most le akarnak minket És szoktatni. akkor ott talán majd újból lehet még egy cukorgyárat beállítani, azért, hogy ne legyünk kitettek, és te szlovák meg cseh cukrot kelljen a, 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 a vicc, viccek vicce e, itt a magyar boltok polcán látni. E, Attila, összefoglalva, mert így a, a beszélgetés végéhez értünk, én azt szűrtem le, hogy ez az energiaválság, amelyik most készülődik, és amelyik elég komoly viharfelhőket gyűjtött ide a fejünk fölé, az akár kapóra is jöhet, hogy abból a kényelmes állapotból kilépjünk, amiben voltunk uh, még egy évtizeddel ezelőtt is, hogy egyébként olcsó az energia, és akkor azt uh, csak szívjuk, mindenhova pazaroljuk, nem számít, hogyha télen túl van fűtve a házunk, majd kinyitjuk az ablakot, és, és nem érdekes, mert uh, alacsony a számla most, ez a stressz, ami, ami jellemez az energia gazdálkodás terén bennünket, ez hát rászorít arra, hogy akkor számba vegyük, hogy mi minden máshoz nyúlhatunk, és hogyha elkezdjük ezeket az alternatív megoldásokat feldolgozni, megismerni, akkor ráadásul még dupla jó lesz, Bogár Lacit idézve, dupla jó lesz, hogy ráadásul ez a környezetünkre is, környezetünkben is abszolút pozitív hatásokat kelthet, és újból élhetőbb e, körülmények jöhetnek létre. E, utolsó kérdésem befejezésként, hogy ezzel a, ennek a témának azért alapos szakértője, vagy készültök-e valamilyen típusú konferenciára, találkozóra, vagy azoknak az önkormányzatoknak, polgármestereknek, akiknek a, a felelősségérzete már tart ott, hogy a, a helyben élő közösség felé legalább megismerkedjen ezekkel az alternatív lehetőségekkel, hogy ők nekik tudtak-e tájékoztatást adni, tudtak-e segítséget nyújtani, hol keresenek benneteket, vagy hogy lehet ezzel alaposabban megismerkedni? Hát igazából erre számos csatornán el lehet érni engem is, illetve rajtam keresztül a többieket, tehát... Valóban itt most egy olyan kipróbált, megvalósult példákon keresztül igazolt eredményeket kínálunk, nem csak az energetikára, hanem a vízháztartásra, ami a kistérségek sivatagosodási folyamatát próbálja megfordítani és visszaállítani egy, egy környezeti egyensúlyt hanem az élelmiszerkrízisre is ez, ez, választ tud adni, és hozzáteszem, hogy nem csak falu és kistérségekre készült javaslatunk, hanem nagyvárosra is, tehát Budapestnek két kritikus helyszínére, egy panelos lakótelepre, meg egy belvárosi gangosházas tömbre is csináltunk ilyen fenntarthatósági vizsgálatot, és ennek eredményeképpen egy Majdnem teljesen befejezett projektet is megvalósítottuk so sok évvel később. Újpalotán egy panelház felújítása során, amit négy ütemre terveztünk, a második ütemig jutott el a felújítás, ami, ami már 60%-os fűtési energia megtakarítást eredményezett hogyha folytatnák, akkor a negyedik ütem végén az épület null energiássá válik. Tehát a fűtési energiát száz százalékban saját maga termeli meg. Tehát ez benne van a panelházakban, hogy a fűtési energiát, ami ma a legnagyobb tétel a háztartások rezsijében, ezt le lehet nullázni, de ezt nem lehet két nap alatt megcsinálni. Tehát ez is benne van a pakliban, hogy városi önkormányzatok számára is ö, vannak megoldások, és a szennyvíztisztításra ugyanúgy. Tehát a klímaválságot, az élelmiszerkrizist és az energiakrízist helyben meg tudjuk oldani. És egy, csomagként egy csomagként kellene kezelni? Egy csomaként, és Igen. ha legalább egy stratégiánk van, hogy látjuk, hogy ezt mondjuk az élelmiszerkrizist két éven belül tudjuk kezelni, az energiakrízist öt éven belül, de már azonnal tudjuk egy részét jövőre kezelni, akkor, akkor tudjuk, hogy mire fókuszáljunk, mire gyűjtsünk forrást, és az energiánkat mire fordítsuk. Tehát én ezt ajánlom. Legközelebb az önelátó közösségek nagygyűlésén, szeptember 24-én fogok erről beszélni, de bárki számára, aki erre kíváncsi, tudunk nyilvános tájékoztató fórumokat szervezni, és hozzáteszem, hogy annak idején, amikor ezeket a munkákat Elkészítettük, az elejétől a végéig a lakossággal közösen csináltuk, Falufórumokkal kezdtük és fejeztük be, a, a munkát a helyben érintettek közreműködésével csináltuk végig, hogy részesei és, és cselekvői legyenek ennek a folyamatnak. Nagyon szépen köszönöm, de azért én élnék egy konkrétabb javaslattal is a kedves nézők felé, akiknek az érdeklődését felkeltette ez a beszélgetés, azok egyrészt nyilván Attila korábbi előadásait, munkásságát megismerhetik a, az interneten keresztül, de az a múlt, a jelennel viszont most kellene foglalkozni, tehát javaslom, indítványozom, kérem például a Nexus TV klub tagjait, hogy e, 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 kezdjenek el megszervezni egy találkozót, ahova talán meg lehetne hívni az önkormányzatok, és először gondolkodjunk a kis településekben, ne a, a nagyvárosi önkormányzatokra gondoljunk, mert azért ott a, ezeket a nagyobb szervezeteket átszővik, mindenféle egyéb érdek, szálak és mindenféle politikai ö, attitűdökkel rendelkeznek. A kis települések önkormányzatai polgármesterei azonban a helyben élő közösségért felelősséget vállaló emberek, akiket jobban rá lehetne bírni arra, hogy jöjjenek össze, találkozunk, készítünk, szervezzünk meg egy konferenciát, ahol tételesen a szakemberek tételesen be tudják mutatni egyrészt a megoldási javaslataikat, ráadásul konkrétan az igénylő kistérségre vagy településre, akár személyre szabott alternatív megoldásokat vagy kifejlesztett megoldásokat tudnak tenni. Én nagyon bízom abban, hogy sokan megnézik ezt a, a beszélgetést, és sokakban elindul valami, ha nem most akkor majd októberben, de ahogy megjönnek az első fűtésszámlák, valószínűleg egyre többekben. Tehát megint csak az a, az összefoglalva az a helyzet, hogy tehetünk magunkért. Tehát a panaszkodás, amikor az oroszokat, a oroszokat, nem tudom én, a háttérhatalmat hibáztatjuk azzal, nem oldunk meg semmit. De ha körülnézünk a, a saját élő környezetünkben, akkor a problémáinkra megtaláljuk azt a megfelelő megoldást, amelyik win-win megoldás, mert mindenki jól jár, a Rigó is, meg mi is. Nagyon szépen köszönöm, Attila, hogy itt vagy, így voltál velünk, és hogy mindezt megosztottad. Folytatjuk még a témát, és remélem, hogy találkozunk mégis ez, még ez ügyben. Én is köszönöm. A nézőknek köszönöm a figyelmet, önök a Nexus televízió, politika, társadalom, közélet rovatát látták, és az egyre fontosabbá váló energiaügyi megoldásokkal foglalkoztunk. Nézzék továbbra is csatornánkat, nézzék továbbra is műsorainkat, tudják, jogunk van az igazsághoz, és jogunk van az önfenntartáshoz is. Viszontlátásra!